Sziasztok! Szeretnék nektek megmutatni egy új oldalt, amit éppen most találtam. Ezzel az oldallal el tudtok készíteni mindenféle vicces feliratot, nagyon jó betűtípusokkal, textgiraffe.com, textgiraffe.com, ezt kell beírni a böngészőbe, és akkor bejön az oldal. Látjátok, hogyha itt lejjebb görgettek, vannak mindenféle betűtípusok, tényleg nagyon színesek, nagyon jól néznek ki, ide föntre be tudjátok írni a szöveget, amit szeretnétek. Vicces ABC, én most ezt írom be. És látjátok, hogyha lejjebb görgetek, akkor itt van 10 oldalnyi betűtípus. Vannak bowlingbábuk, cukorkák, mik vannak még, felhő, ilyen szivárvány színű betűk, még több szivárvány színű betű, zsetonok, körömlak. Nézzük meg az utolsó oldalt. És itt van az, ami nekem tetszik, ez a körömlak lesz, a tarkabarka. Hogyha itt alul a downloadra mentek, akkor le tudjátok tölteni, és azt látjátok, hogy 5 féle variációba lehet letölteni ezek a méretei. Én a small-t fogom választani, mert nekem ez elég méretben. Lehet, hogy egyébként a mikro is elég lenne, nem tudom. Minden esetre azt is meg lehet nézni, hogy ezek ingyenesek, free, mindenhova oda van írva. Tehát a small-t letöltöm, rákattintottam. Itt most bejött fekete háttérrel, jobb klikkel fogjuk lementeni, megnyomjátok jobb klik, és utána mentés másként le is töltötte. Hogyha ez megtörtént, nyitunk egy Word-öt. Azért gondoltam, hogy a Word-be mutatom meg először, mert ezt ugye bárhova be tudjátok utána illeszteni. Tehát a Word-nél be kell szúrnunk a képet, beszúrás képek. Itt beillesztitek rögtön, és nem lehet elmozdítani, csak úgy, hogy a középre igazítjátok, vagy balra zárjátok, vagy jobbra. Tehát én most középre zártam. És innentől kezdve tudunk alárakni bármilyet. Lehet olyan feladatokat, amikor mondjuk különböző betűtípusokkal ugyanazt a szót leírjátok, és a gyerekeknek össze kell húzgálni, hogy melyik a párja, lehet végig ugyanazt a betűtípust használni. Le tudjátok menteni utána PDF-be, vagy így Word-be is tovább lehet küldeni. Igazából ez már itt így rajtatok áll, hogy mihez kezdetek vele. Szerintem elég sok variációs lehetőség van, amit meg tudtok vele tenni. Amit még szeretnék nektek megmutatni, az az, hogy más alkalmazásokban hogyan lehet ezt használni. Én a szíszót használom még, úgyhogy ez az, amit szeretnék nektek így bővebben bemutatni, hogy ott hogyan tudjátok a feladatlapokra ráilleszteni. Tehát, aki ismeri a szíszót, az már a korábbi videóimban bemutattam, az tudja, hogy ebben mindenféle feladatot létre lehet hozni. Hogyha középen, itt fölül, erre a zöld keresztre mentek, akkor bejön az a felület, ami a könyvtáratok. Assign activity, erre kell rámennetek, plusz jelen belül, és itt látjátok a könyvtáratokat. Ezen belül ugye létre tudunk hozni új feladatot, hogyha megint erre a kék pluszra mentek. Ide írjátok be fölülre a nevét a feladatnak, teljesen mindegy, hogy most hogy nevezzük el. Most legyen betűk és számok. De tényleg mindegy. Most ezen nem múlik semmi. Lejjebb görgettek, és az Add Template-re kell rámenni. Hogyha itt rámentetek, akkor ki tudjátok majd választani ugye a 6 dolog közül, hogy milyen felületre akarjátok. Én a drawingot választom, ez a ceruzás itt fönt középen. Látjátok, bejött most egy üres rész. Rámegyünk a fényképezőgépre, upload, és kiválasztjuk a számítógépünkről azt a PNG fájlt, amit lementettünk. Ugye ez egy háttér nélküli kép, ahogy már az előbb is láttuk, beillesztjük. Hogyha megvan, akkor méretre kell igazítani, mert az így túl nagy. Így, beigazítottuk. És látjátok, hogy itt az a 3 pötty, le is zárom. Innentől kezdve a gyerekek ezt nem tudják elmozdítani, amíg rá nem jönnek, hogy a 3 pöttyel utána ők is fel tudják oldani. De hát, ha ők most nem nézik ezt a videót. Elkülditek, és készen van a feladatotok. Nyilván több dolgot kell hozzátenni, de na, a lényeget értitek, tehát, hogy megvan. Kijelölitek utána, hogy melyik osztálynak akarjátok kiosztani, és készen vagytok. Hogyha tetszett a videó, akkor kövessétek a csatornámat, látogassatok el a Facebook oldalamra, és a weboldalamra is, bunnybelievable.com.
Sziasztok! Jövök még újabb videókkal.